Szerintem a mindenki egyik legfontosabb üzenete az, hogyha valamilyen igazságtalanság van valahol, akkor együtt közösen tudunk ellene tenni. Különösen azok nevében, akik nem tudnak magukért cselekedni, helyettük is és értük is cselekedjünk mi, akik tudunk. Mindig jó egy olyan dologgal kezdeni egy ilyen estét, amiben rögtön ez a frontális távolságtartás, ez a láthatatlan vonal az úgymond fellépők és az úgymond közönség között elmosódik, és nyilvánvalóan itt adta magát a zene, a kórus, itt voltak azok, akikről a film konkrétan szól. Ez egy igaz történetből kezdődött ez a sztori, tehát a végét leszámítva, a gyerekek visszavágóját leszámítva, maga az a sztori, hogy volt egy hatalmas nagy kórus, akik tényleg díjakat nyertek mindenhol, és egy barátom belépett ebbe a kórusba, amikor új iskolába került, megmondták neki, hogy ne énekeljen hangosan, tátikázzon, majd egy pár próbával később kiderült, hogy még másik 50 gyereknek is külön-külön egyesével megmondták, hogy tátikázzon, és mindegyik azt hitte, hogy csak neki van rossz hangja. Minden csoportban megnéztük ezt a filmet, a hetedikesekkel, a tizedikesekkel, a tizenegyedikesekkel és a végzősökkel is, és minden csoport a saját szintjén értelmezte, beszélgettünk utána róla, voltak olyan kérdések, amelyeket ők maguk is megfogalmaztak, és hát én nem mindenre tudtam válaszolni, hogy mielőtt eljöttem, mondtam a gyerekeimnek, hogy én most találkozni fogok a rendezővel, és ha ők itt lennének, akkor miket kérdeznének, és kaptam házi feladatokat, hogy ezt feltétlenül tudja meg, mert erre kíváncsiak. Ki őrzi az Oscar szobrot? Mert abból csak egy van. Ezt nekem meg kell mondanom holnap. Kettő van belőle. Egy szobrocskát kaptam én, és egy másikat Udvardi Anna, a producerünk. Köszönöm. Úgyhogy mind a ketten a szuper titkos helyünkön őrizzük az otthonunkban. Itt mindenki önkéntes, és mindenki az élete többi része mellett áldoz erre időt, energiát, és nagyon elkötelezettek vagyunk, mert tényleg mindenki hisz abban, hogy ha szeretnénk változást, szeretnénk pozitív változást, akkor ezért nekünk is tenni kell. Szeretünk beszélni a dolgokról, de nem nagyon bírjuk rávenni magunkat, hogy csináljunk is valamit. És szerintem minden onnan indul, hogy elkezdünk cselekedni. És nem is feltétlenül fontos az, hogy a legjobb megoldást kezdjük el rögtön csinálni, sokkal fontosabb az, hogy elkezdjünk valamit csinálni, és útközben megtaláljuk a legjobb megoldást, mondjuk. Vegyük észre azokat a helyzeteket, ahol valakinek segítségre van szüksége, amikor aktívan bele tudunk folyni valamilyen cselekvésbe, és szükség is van rá, hogy ezt megtegyük. Szerintem az a legérdekesebb ebben a paradoxonban, ami köré a film épül, hogy ez tényleg egy nehéz választás mindig, hogy egyéni érdek, csoport érdek, most mi a jobb, melyiket adjuk föl a másikért, vagy föl kell leadni, vagy létezhet-e a kettő között valamilyen kompromisszum. Nagyon jól éreztem magam a Kriszta kérdései is fantasztikusak voltak, plusz nagyon jó kérdéseket kaptunk a közönség soraiból is, és egyáltalán egy olyan helyen éreztem magam, ahol így emberek értik azt, hogy én hogyan szeretek gondolkodni, vagy hogyan nézem a világot, úgyhogy nagyon szimpatikus volt az egész rendezvény.